napot kívánok, híradónkat látják, Nagy Kornélia vagyok. Magyarország hamis vádakkal való támadása ellen tiltakozott a Német-Magyar Párbeszédért Egyesület Berlinben. A szervezet egy baloldali napilap által szervezett konferencia épület előtt gyűlt össze. Három tag pedig be is ment a konferenciára, utóbbin Heller Ágnes és Tamás Gáspár Miklós is felszólalt. Babrós Katalin, a Német-Magyar Párbeszédért Egyesület vezetőségi tagja televíziónknak elmondta, a baloldali lap által szervezett rendezvényen teltház volt. Ami nem meglepő, hiszen a szervezők toborozták a résztvevőket. A felszólalók pedig folytatták a korábbi koreográfiát. Tamás Gáspár Miklós úgy fogalmazott, Magyarországon szellemi rabszolgaság van. Heller Ágnes pedig tagadta brüsszeli kijelentéseit, miszerint 2006-ban nem történtek rendőri túlkapások. Amikor ezt számon kérték a filozófuson, óriási botrány keveredett, Heller Ágnes idegesen kiabálni kezdett, a szervezők pedig próbálták a kérdezőket kizavarni a teremből. A szabad, demokratikus Németországban a műsorvezető azonnal rám rivalt, hogy ez nem tartozik a tárgyhoz, vagyis beleszólt és manipulálta ezt a párbeszédet. Mögöttem ordítottak meg felbérelt emberek, hogy azonnal üljek le vagy takarodjak. Németországban, ahol mindenki megszólalhat elvileg. Bárhol megszólalhat a törvényes keretek közepette.